Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Mai adásunkban is középpontba kerül az egészség, az egészséges életmód, azon belül is a családközpontú szülészettel foglalkozunk. Stúdiónk szakértő vendége Hagymási László főorvos. Köszönöm, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat. És köszönöm a meghívást. Érintőlegesen már foglalkoztunk azzal, hogy Bababarát Kórház, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, és a családközpontú szülészet is egy kicsit már középpontba került. A mai adást ennek a témának szenteljük majd. Miért fontos az, hogy családközpontú a szülészet a kórházban? Hát a szülészeti ellátás mindnyájunkat érinti. Mindenkinek születik gyermeke, unokája, barátnője szül, vagy a felesége. És azt szeretné, hogy minél természetesebb körülmények között, minél kevesebb szövődménnyel, minél nagyobb élménnyel szülje meg a gyermekét egy édesanyja a szülészeti osztályon. Erre nagyon nagy a személyes és a társadalmi elvárás is. Az elmúlt 30 évben lényeges változáson ment keresztül a szülészeti ellátás, az úgynevezett dehumanizált, elgépiesetett, csak a szakmai szempontokat figyelme a szülészettel szembe, egy természetes szülészeti elmélet és gyakorlat jött létre, és ezt neveztük mi a családközpontú szülészetnek. Tehát fontos, hogy a szülésnél, de már a várandós gondozásnál is az édesapa, a hozzátartozók részt vegyenek a gondozásnál, és részt vegyenek a szülésnél, a vajudásnál, a szülés pillanatában, sőt a szülés után a szülőszobán is ott lehessenek az édesapa, a felesége a párja mellett, hogy igazából az a pillanat, amikor megszületik az újszülött a szülőszobán, akkor egy új család születik. És ennek a családnak a születésénél minden szereplőnek ott kell lenni. Az édesanyának, az újszülöttnek és az édesapának. Ezért neveztük mi ezt el családközpontú szülészetnek. És ezt próbáljuk minél természetesebbé, minél humánusabbá, minél meghittebbé, és ugyanakkor minél biztonságosabbá tenni. Meghitt és biztonság, akkor ez a két szó jól megfér egymás mellett a gyakorlatban is. Igen, ez rendkívül fontos. Tehát a szülés az egy természetes folyamat. Évezredeken keresztül spontán megszültek az asszonyok, különösebb segítség nélkül, majd fokozatosan voltak az úgynevezett segítők, akik már évezredekkel ezelőtt is megpróbáltak segíteni a szülésnél valamilyen úton, módon. Majd jöttek a bábák, akik szintén azért segítettek, hogy minél kevesebb szövődménnyel szüljenek az édesanyák, vagy a szülőnök, de rendkívül sok volt a veszteség. Nagyon sok édesanyja belehalt a szülésbe. Nagyon sok újszülött meghalt. Tehát még a 19. század végén, vagy a 20. század elején, még a 40-es, 50-es években is nagy volt úgynevezett perinatális mortalitás, tehát az újszülötteknek az elvesztése, és az anyai halálozás is elég magas volt. Mert ugyanakkor ez rendkívül nagy veszéllyel járó folyamat a szülés. Hisz a szülés pillanatában a legközelebb van itt például az újszülött a halálhoz is. Mert egy rosszul vezetett szülés, vagy egy nem megfelelő szituáció azon a halálához, vagy oxigénkárosodásához vezethet. De ugyanúgy egy szülés után, bármikor, vagy a szülés közben is olyan súlyos szövődmények jöhetnek létre az édesanyánál, akár a teres gondozás után közben már kialakult magas vérnyomás vagy eklampszia, de egy atónél, úgynevezett vérzésen állapot is kialakul. Bármikor egy olyan vérzés létrejöhet, hogyha nem vigyázunk, akkor el is vérezhet egy szülés után. Tehát, hogyha ezt a biztonságot is garantálnunk kell, hogy a szülésnél semmiféle károsodás, a legkisebb károsodás elje se az újszülöttet, se az édesanyát. Ugyanakkor pedig a természetes útot meg kell tartanunk, hiszen ez egy fantasztikus dolog. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok szó esett arról, hogy otthonszülés, nem otthonszülés volt, ugye ezzel kapcsolatban egy ítélet is. Gyakorlatilag a kórházban, itt Székesfehérváron ez a hasonló körülmény, ez elérhető, megélhető a biztonság mellett. Hát ez két külön dolog, az otthonszülés meg a kórházi szülés. Az otthonszülésnek akkor volt értelme az otthonszülésről beszélni, amikor még a kórházi szülés ott valóban elgépiesedett volt, amikor a kórházban nem engedték be az édesapákat, amikor az egyedül szültek a szülőnök. Nem egy ágy a szülőszobákban, hanem egy szülőszobán voltak négyen, öten egymás mellett. A szülés után nem lehetett az újszülöttel találkozni, csak három óránként vitték ki szoptatni. A hozzátartozóknak meg sem mutatták, vagy ilyen tévémonitorokon keresztül mutatták. Természetesen azzal szemben egy otthonszülés az természetesen egészen más volt. De mióta a kórházakban megvalósult a természetes szülés, minden feltétele, tehát
családias, otthonos szülőszobákat hozunk létre. Egy-egyes szülőszobák vannak, fürdőszobákkal. Vannak olyan szülészeti osztályok, ahol francia ágyak vannak, fürdőkádak beállítva, bordásfal, ahol szinte az otthonnak megfelelő kényelmét próbáljuk megteremteni, és beengedjük a családot, a hozzátartozót, a férjet, a szülésnő, együtt vajuthatnak, együtt szülnek a szülés után, és együtt lehetnek, akkor mellette tudjuk garantálni a biztonságot az újszülött édesanyja számára, akkor igazából okafogyottá válik az otthon szülés. Tehát az egy ilyen, valami olyan hóboltnak tartom én szakmailag, aminek ma nem lenne szabad, hogy veszélyeztessük ezzel az újszülött édesanyját. Természetesen a törvény biztosítja, mert valakinek ez a nagy álma, hogy ő otthon szüljön, ám legyen. De nincs tisztában az, hogy milyen veszélynek teszi ki a gyermekét is, és milyen veszélynek teszi ki önmagát is. Igen, hiszen valóban mondjuk nekem volt szerencsém itt a Szent György kórházban a második gyermekemet világra hozni. Tényleg minden lehetőség adott volt, sőt, hát a férjem végig ott volt velem, előtte pedig a barátnőm. Igen, tehát amellett, hogy ott lehetnek, amellett kényelmet is biztosítunk, amellett halk, megfelelő, tehát nincs a túlvilágítás, egy kis halk, tehát kellemes fényeket biztosítunk, zene szól, relaxáció zene a szülőszobákon, most aromaterápiát vezettünk be, nagyon kellemes illatok, amelyek szintén a relaxációhoz hozzájárulnak. Tehát mindent elkövetünk, hogy otthonosan érezzék magukat az édesanyák a vajudás alatt és a szülésnél is, és én úgy gondolom, ezért nem biztos, hogy szerencsés az választani az otthont. Tehát amiben bármely pillanatban létrejött egy szövődmény, és még bekerül a kórházba, akár az újszülött, amikor azt el kell látni, vagy az édesanyja, az időveszteséget jelent a kórházba, ezt az időveszteséget megtakarítjuk, hisz azonnal tudunk intézkedni, ha bármi probléma van. Otthonias körülmények Igen. között, hiszen ezt is fontos hangsúlyoznunk. Aztán, hogyha már a családközpontú szülészetnél tartunk, akkor fontos a felkészülés is, és ebben is nyújtanak segítséget. Igen, hát tulajdonképpen a családközpontú szülészet három részből tevődik össze. Az egyik az, hogy a szülése, a várandósága, a szoptatása, föl kell készíteni az édesanyákat, a párokat, a házaspárokat, a családokat. Ez nagyon fontos, hogy a szülésre fölkészítő programokat hozzunk létre. Ez is már évtizedek óta szervezünk Magyarországon. Nagyon fontos, hogy úgy kerüljön be a család, az édesanyja a szülőszobára, hogy már tudja, hogy mi vár rá. Ez is tudja, hogy a terhesség alatt mi történik vele, tudja, hogy a szülőszobán milyen folyamatok fognak lezajlani, és a szülés után is milyen lehetőségei vannak. A szoptatás is föl kell készülni, hogyha arra megfelelően már fölkészül, akkor biztos, hogy garantáltan eredményes lesz a szoptatás, és legalább 6 hónapig szoptatni kellene az újszülötteket. És fölkészületlenül, ismeretlenül, hogyha valaki bekerül, akkor természetesen eredmény, nincs olyan eredmény a szülőszobán. A ismeretlentől való, mindig félünk, és hogyha félünk, félve megyünk egy ilyen feladatra, akkor eredményeink is rosszabbak lennek. A félelem újabb fájdalmat sző, a fájdalom újabb félelmet sző, és ez egy ilyen cirkulusz viciózus, és azok az édesanyák, akik felkészületlenül kerülnek be a szülőszobára, azok sokkal nagyobb fájdalommal és kellemetlenebb élménnyel élik át a szülésnek a minden fázisát, mint azok, akik bizonyos programokon részt vesznek. És ennek a programokat szervezik a szülészorvosok, a szülésznők, védőnők részt vesznek be, pszichológusok, gyógytornászok, ma már jogaoktatók is, akik mind fölkészítik elméletileg is az információ átadással, mert nagyon fontos a verbális információ átadása, és gyakorlatilag is erre a folyamatra. A gyakorlati foglalkozásokon például bizonyos relaxációs gyakorlatokat megtanulhatnak, amivel a két mély tevékenység összehúzódás között fölkészülnek a következő összehúzódásra, tehát nem merülnek úgy ki. Fölkészülnek arra, hogy elviseljék a fájdalmakat. Szóval mi összehúzódásokra szükség van. Vannak, akik azt szeretnék anélkül szüljenek. Hát anélkül ugye nem tágul ki a mészáj, hogy meg tudjon születni az újszülött. De a megfelelő légző technikákkal lehet csökkenteni a fájdalom érzést. És hát mindenképp olyan technikákat alkalmazunk, amivel a fájdalmi inger központot, mint egy alvó helyzetbe helyezünk, és más központokat hozunk egy ingerületbe. Ilyen a légzőközpont, például, vagy a hallásközpont a zenehallgatással, vagy a szaglóközpont az aromaterápiával. Ezeken mind változtat, olyan helyzetet hozunk létre, hogy ezáltal a fájdalom élmény sokkal kisebb lesz, és pozitív élményként élhetik át a vajudást és a szülést az édesanyák. Ezt csak akkor tudják megvalósítani, hogyha részt vesznek ilyen programokon, és ezáltal sokkal eredményesebb lesz. Mondhatjuk azt, hogy megtanulják kizárni a fájdalmat? Igen.
Igen, igen. Hát ez már Pavlov óta működik ez a dolog tulajdonképpen, ezt nem mi találtuk ki, hogy ennek hívjuk már pszichoprofilaxisnak. A pszichoprofilaxisnak az a lényege, hogy pozitív ingereket kell bevinni az agyközpontba, és ezáltal a negatív ingereket el lehet nyomni. Aztán azt is mondhatjuk, hogy ezeken a felkészítő foglalkozásokon gyakorlatilag a helyszínt is megismerik, nem egy idegen helyre mennek be. Szerintem ez is egy ilyen fontos pont, nem? Igen, igen. A szülésre felkészítő programjainknak, amit mi szervezünk, az utolsó foglalkozás az abból áll, hogy a párokat beviszük a szülőszobára, és bemutatjuk nekik, hogy hogyan, milyen körülmények között fognak szülni. Ez is minél ismertebbé válik, otthonos, mutatjuk, hogy igen, milyennyire otthonos. Megmutatjuk azokat a műszereket, amit esetleg a szülőszobán alkalmazni kell. Lássuk, hogy nem egy olyan ördöngős dolog, amitől félni kell. Ezeket a műszereket már általában a szülőszobán nem is tesszük ki központba, hanem inkább szekrényekbe helyezzük, hogy ez se legyen olyan ijesztő. Megmutatjuk, milyen fájdalomcsillapítási módszereket tudunk alkalmazni, és ezáltal már úgy jönnek be a szülőszobára, mint hogyha hazajönnének. És ez is fontos. A programokon kívül is biztosítja a szülészeti osztályunk a szülőszoba bemutatást, mindig szerdánként lehet szabadon is jelentkezni, és bárkinek, akik jönnek a párok más programokból, azoknak is bemutatjuk. Ez nagyon fontos, hogy a párok, hiszen ugye nyilván az oroszlán része a feladatnak az édesanyái, de hát ahogy ön is említette, egy család születik, és az apának is nagyon fontos szerepe van, hogy ezt a mély belsőséges pillanatot átélje, vagy hogyha kell, akkor támaszt, erősítést nyújtson. Igen, nagyon sokat tud nyújtani, nagyon sok segítséget tud az édesapa a szülésnél nyújtani. Nagyon régebben, amikor nem lehetett az édesapáknak bejönni, és elkezdtük ezt a programot, akkor megkérdeztük, hogy hívtuk be a lapukákat, be se akartak jönni. Hát nekünk ott semmi keresni való nincs, meg mi nem vagyunk kíváncsiak, hogy történik a dolog. És utána rájöttek, hogy itt nem erről van szó, nem a kíváncsisághoz kell, hogy behozza őket, hanem az segíteni akarsz. Tehát az a pár, akik olyan kapcsolatban vannak egymással, hogy tudnak egymáson segíteni, az apuka azért jön be, hogy a támasza legyen a feleségének a vajudása a tiszaszülésnél. A legnehezebb a vajudás, nem is a kitolás éjszak, odáig elmen. Van, amikor 10-12 órán keresztül kell vajudni a mészájnak, kitágulni ahhoz, hogy majd meg tudja szülni a gyermekét. És az nagyon-nagyon megterhelő, és ilyenkor nem mindegy, hogy hogyan segít a férje, mennyire támogatja, mennyibe segít. Például együtt megtanulják a légző gyakorlatokat, nagyon sokszor lehet látni a szülőszobán, hogy az apuka diktálja, hogy hogyan kell csinálni. Vagy hogyha ő türelmetlen, az édesapa megnyugtatja. Vagy hogyha kell, masszírozhatja is a feleségét, megfelelően masszírozó technikát, mert masszázs is lehet alkalmazni. Hogyha van lehetőség a fürdőszobába meleg zuhanyt használni, tehát egy relaxációs melegvizet alkalmazni. És mind-mind ott segítségen nyújt. És az, hogy együtt vannak, ez sokkal eredményesebb és sokkal megnyugtatóbb mindnyájuk számára. Ez egy nagy lépés is ebben az egész folyamatban talán, hogy megnyílt a lehetőség az édesapák számára is. Hát ez már olyan nagy lépés, hogy annak idején mondhatnám azt, hogy lasszóval kell behozni a szülőszobára a kukákat, ma meg már ott állnak, ott toporzékolnak, hogy igenis nekünk itt a helyünk, és ugye 4 darab egy-egy a szülőszoba van, ami szülészeti osztályunkon, és hát van, amikor több szülés is van egyszerre, vagy legalábbis egymás után, és nem kerül be azonnal az egy-egy a szülőszobába az édesanyja, hanem egy elővajudóban van, és oda az apukák nem jöhetnek be, és akkor már úgy türelmetlenek, hogy nem jöhetünk be, tehát most már tehát annyi jogon úgy gondolják, hogy ott a helyük. Uh-huh. És ez nagyon helyes is, természetesen ezt lehet megfelelően körülményeket biztosítani is kell. És az azt jelenti, hogy a családközpontú szülészet, hogy az első értékes órát azt akkor együtt is töltheti itt a család? Hát igen, ez az úgynevezett aranyóra. Tehát nagyon fontos, hogy a szülés pillanatában, a szülés az újszülöttnek a megszületése pillanatában az újszülöttet az édesanyja hasára helyezzük, még úgy mesztelenül, mázasan, véresen, a köldökgyinót el se vágjuk. Azt betakargatjuk, és az édesapa, meg az édesanyja ott megismerik, találkoznak, bőr-bőr kontaktus, szőrkontaktus, szemkontaktus alakul ki, hallja a szívdobogását, még az édesanyjának, hogy a melkasára helyezik, érzi a meleget, ugyanazt a meleget, amit bent is érzett. Hisz hihetetlen nagy trauma az újszülöttnek a szülés pillanata. Hát megszületik a kellemes meleg helyből, és akkor nagy fények vannak, hangok vannak, amire mind addig nem számított. Tehát virtuális ezt a meghitt környezetet biztosítani kell számára. És ezáltal az újszülött ez egész másképp fogadja ezt a világot, mint hogyha
ilyen durván fogadjuk. És hát egy órán keresztül ott lehetnek a szülőszobán együtt, sőt két óráig is ott lehetnek akár. Történik ugye bizonyos ellátás szülésű, tehát az édesanyjának azt is közben el tudjuk végezni, de nem szakítjuk el az édesanyját. A köldökzsinót az édesapa vághatja el, ez is egy nagyon olyan pillanat, ami nagyon megható, és hát a szoptatása is lehetőség van, hisz az újszülött az első 20 perc után már tud szopni, megvan a szopó reflexe, és azonnal a kolosztrumot már szophatja, és hát az első fél órában történő szituáció az nagyon meghatározza a későbbi készségeket is. Tehát a szopásnak a szenzitív fázisban az újszülött, hogy ezeket úgy az agy megőrzi a későbbiekben is, és ezáltal jobban fog majd tudni szopni, jobban ragaszkodik az édesanyjához, de a kapcsolat teremtése is sokkal természetesebb lesz később is, hogyha ezt biztosítjuk számára. Mi történik akkor, amikor mondjuk lezajlott a szülés és az osztályra kerülnek? Hát úgy két óra megfigyelés után, hogyha nincs semmi probléma, kerülnek ki együtt az édesanyja és az újszülött a gyermekágyas része. A gyermekágyas része, ez úgynevezett roaming-ines rendszert alakítottunk ki már szintén évtizedek óta, ami azt jelenti, hogy a szülő a szobákban, a gyermekágyas szobákban az édesanyja az újszülöttjével folyamatosan a nap 24 órájában együtt lehet. Ez is egy olyan óriási változás a szülészeti ellátásban, hisz régen, mint utaltam, rá három óránként vitték ki. Ezt megszoptatták, visszavitték, és nem is tudta, hogy mi van a gyermekével, csak aggódott érte. Most folyamatosan együtt van. Vannak egy ilyen kis guruló kis ágyak, amiket bárhova tologathat, maga mellé teheti, de hát maga az ágyba is maga mellé teheti bármikor, és ezáltal folyamatos kapcsolatban van az édesanyja és az újszülöttje, és bármikor megszoptathatja. Tehát úgynevezett igény szerinti szoptatás van ma már, nem pedig az órát nézik. Amikor az újszülött éhes, akkor meg lehet szoptatni, és ezt a kórházban már megteheti, mintha otthon lenne. Ő a csecsemős nővérek, szakemberek segítségével megfürdetheti, hisz a szobákban vannak fürdetőkádak, minden, ami szükséges az újszülött ellátásához, és a szakemberek is ott vannak, akik ebbe segítik az édesanyját tisztába tenni, megfürdetni, és hát merre helyezni, és megtanulni a helyes szoptatási technikákat. Tehát a 2-3-4 nap alatt még a szülészeti osztályon tartózkodnak, megismerik a gyermeküket, az újszülötteket, az ő reakcióit megismerik, megtanulják az alapvető feladatokat, amit vele el kell látni, és ezáltal úgy mennek már haza, hogy már ismerik a gyermeküket, és tudják, hogy mit kell tenni. Ez rendkívül fontos a későbbiekben is. Hogyha valaki szeretne többet megtudni a Családközpontú Szülészetről, vagy szeretne felkészítő programon részt venni, akkor ezt hogy tudja megtenni? Hát a szülészeti osztályunkon ugye, a működő szülésznökről bármilyen információt lehet kapni, a védőnője, hát a várandós gondozás során is fővilágosítják az édesanyákat róla, de bármi kérdése van, akkor nyugodtan fordulhatnak, van egy terhes ambulanciánk, terhes patológiai ambulancián, és az a dolgozó szakemberek, asszisztensek, szülésznők, illetve orvosok, ezt tájékoztatják őket, de akkor az osztályunkon kell jelentkezni erre a programra. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel, természetesen holnap is várjuk Önöket a Fehérvár televízióban. Viszontlátásra!